Szabolcs-Szatmár Bereg megye 12 általános iskolájából érkeznek a fiatalok a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nyírvidék TISZK közösen rendezett programsorozatára, ahol széles körben ismerkedhetnek meg a megyében elsajátítandó szakmákkal. A diákok főleg 6., 7. és 8. osztályosok. Egy iskola, amikor megérkezik, két részre bontjuk őket. A csapat egyik része egy számítógépes attitűdfelmérésen vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a saját tulajdonságait megpróbáljuk feltérképezni, és a tulajdonságok az érdeklődési köröknek megfelelően a számítógépes program ajánl valamilyen szakmát, szakmacsoportot. A csoport másik fele, az pedig végigmegy a tanműhelyeken, megnéz egy-egy szakmát, esetleg kipróbálhatnak akár szerszámokat is, és utána pedig egy csere történik, tehát így a melyik iskola ide ellátogat, az végül is egy komplett pályaválasztási programon vehet részt. Az érdeklődők számára a tanárok mutatják be az egyes szakmákat, megnézhetik pontosan, mit csinálnak, valamint azt is megtudhatják a diákok, hogy a későbbiekben hol helyezkedhetnek el a megszerzett tudásukkal. Sok diák tanácstalan még a pályaválasztással kapcsolatban, főleg nekik próbálnak segíteni a programmal. Ibrányból érkeztem, és azért jöttem ide, hogy szakmát tudjak választani a továbbtanulás érdekében, mert még nem igazán tudom, hogy hova menjek tovább tanulni. A tanműhelyekben többek között a gépi forgácsoló, heggesztő, autóvillamossági szerelő, szakács és a CNC gépkezelő szakmákat ismerhetik meg az általános iskolások.